Önök az Emblén Televízió szerda esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Már is mutatjuk főbb híreinket. Új környezet és szolgáltatások Sárospatak megújult piacán. Két hetes felülvizsgálat alatt a Sátoraljaújhelyi libegő. Fórumot tartott a rehabilitációs szolgálat a Sárospataki járási hivatalban. Ma volt az első igazi piacnap Sárospatak megújult piacán, ahol sok árus még több portékával jelent meg. A legtöbb vásárlónak és árusnak tetszik a piac, egyetlen hibáját méreteiben látják, a korábbinál ugyanis kisebbnek tartják. Mindezek ellenére szép számmal jelentek meg az emberek a most már minden előírásnak megfelelő piacon. Nem is olyan rég, még csak nyílt nap volt, majd a virágosok árulhatták virágjaikat egy hétig, ma pedig már, mondhatni, az első igazi piaci nap volt. Minden vásárló megtalálhatta azt, amire szüksége lehetett, hisz voltak zöldségesek, friss húsáru, virágárusok és még gombaárus is. Nagyon sok észrevétel érte az új, korszerű vásárteret, főként a mérete miatt, de mindezek ellenére akadnak szép számmal olyanok is, akik teljesen meg vannak elégedve. Őszintén megmondom, még most vagyok itt először. Hát meg vagyok elégedve vele. Úgyhogy a hely szerintem nem sokkal kisebb, vagy nem is kisebb, mint volt. Szerdán általában kevesebb árus és vevő látogat ki a piacra, viszont szombaton annál több. Egy vállalkozó szerint célszerű lenne, ha a piac melletti parkolóban is lehetne árulni. Nagyon szép a piac, csak az a baj, hogy ez kicsi lesz. Ez kicsi, mert szombaton sokkal többen vagyunk, és nem fogunk beférni. Ha az utcát megnyitnák, akkor esetleg elférnénk. Béla véleményét egy kistermelő és egy helyi lakos is megerősítette. Ilyenkor már kevesebben vagyunk, de viszont tavasszal meg nyáron több árus van, és ezek a nagy autóval, akint árulnának, itt több hely lenne a kistermelőknek, mert így kicsi lesz. Nyáron kicsi lesz, az biztos, hogyha nem adják meg az utcát. Én szerintem elfogadható, de lehet, ha nagyobb árusítás lesz, akkor kicsinek fogják találni. A piac mérete valójában nem változott, sokan a kerítés miatt látják kisebbnek. Az tény, hogy az új piacon nagy teherautókkal és furgonokkal már nem lehet a belső területre menni, hogy rendezett legyen az összképe a területnek. Méret ide vagy oda, már szerdán is sokan voltak az új Sárospataki piacon. Két héten át nem üzemel a Sátoraljaújhelyi libegő. A szakemberek a műszaki felülvizsgálatát végzik a kalandelemnek. Ilyenkor leszerelik a függőszékeket, átvizsgálják a drótkötélpályát és a tartóoszlopokat is. A vizsgálat célja, hogy Magyarország leghosszabb ülőszékes libegője üzembiztosan és életvédelmi szempontból megfelelően működjön. Sátoraljaújhelyben található az ország leghosszabb libegője. Az 1332 méter hosszú pályán közel 200 utas tud szállítani egy időben. A libegő drótkötélpályája azonban most üres. A függő székeket is leszerelték. A kalandpark munkatársai minden nap üzemidő előtt elvégzik a karbantartási munkálatokat, azonban november első két hetében az éves műszaki fővizsgálat zajlik. Erre minden évben a turisztikai szezon végén sor kerül, amikor már nem akadályozza az utasforgalmat. Ez gyakorlatilag biztonsági szempontból nagyon fontos, egy kéthetes leállást jelent minden éven, az idén november 4 és 15-e között kerül rá sor. Nagyon komplex vizsgálat, szakemberek, külső szakembereknek a bevonásával folyik. A libegő teljes körű átvizsgálása során a szakemberek aprólékosan dolgoznak, a legkisebb hibákat is igyekeznek kiszűrni. Az első lépése, ahogy látható is már lent, az a függőszékeknek a levétele, a csákányoknak a vizsgálata, ezen kívül sor kerül a feszítő és a tartóköteleknek a teljes vizsgálatára. A geodéziai vizsgálatok folynak az oszlopokon, tehát a legapróbb repedéseket, a legapróbb meghibásodásokat is igyekeznek felfedezni a kollégák és a külső szakértők, és ezeket azután, amennyiben szükséges, akkor orvosolják. A műszaki fővizsgálat célja, hogy a libegő üzembiztosan, életvédelmi, tűz- és villámvédelmi szempontból tökéletesen működjön a következő egy évben is.
A megváltozott munkaképességűek munkavállalásával kapcsolatos törvényi változásokkal kapcsolatban tartott tájékoztatót Sárospatakon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A rendezvény iránt mind a szakma, mind pedig az ellátottak részéről nagy volt az érdeklődés. Az előadások végén a jelenlévők kérdéseket tehettek fel a szakembereknek. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egy országos roadshow-t indított, melynek keretében 20 magyarországi helyszínen tartanak előadásokat a megváltozott munkaképességűek munkavállalásával kapcsolatban történt törvényi változásokról. Harmadikként a Borsodabau Zemplén megyei régió került sorra, ezen belül is Sárospatakot választották, mert a hivatal megyei koordinátorának itt van a székhelye. A rendezvény megszervezésére nagy igény volt, amit a zsúfolt terem is bizonyított. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási rendszere, illetve a minősítési rendszer is jelentősen megváltozott, bár az eddigi sem volt egyszerű. Tudtuk meg a járási hivatal vezetőjétől. Meglehetősen kusza és bonyolult volt a korábbi. Az új törvény erősen leszabályozott, de hát a mai jogszabálydömpingben nehezen követhető. Éppen ezért azt érzékeltük, és érzékelték a szervezők is, hogy mind a szakma részéről, mind az ellátottak részéről nagy igény volt erre a mai rendezvényre, nagyon sokan eljöttek, és kíváncsiak arra, hogy hogyan tudnak ebben az új rendszerben saját maguk számára ellátást találni. Az új rendszer lényege, hogy az eddiginél jóval több embert szeretne bevonni a foglalkoztatásba. A változásoknak, az új rendszernek a lényege az, hogy sokkal több embert kívánnak a foglalkoztatásba bevonni, minél inkább az az igény és az a törekvés, hogy míg korábban csak a rokkant nyugdíj volt egyetlen lehetőség, most rokkant nyugdíjat, tehát tényleges rokkantsági ellátást csak azok kaphassanak, akik már semmilyen módon nem rehabilitálhatók, illetve nem lehet őket a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásába bevonni. Az érdeklődők 4 előadást hallgathattak meg, utána pedig fórumbeszélgetésre volt lehetőség, ahol kérdéseket tehettek fel az előadóknak. Elhangzott az is, hogy a későbbiekben a kérdések írásos formában is eljuttathatóak a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz. A következő tájékoztató és fórumrendezvény Miskolcon lesz 2014 első felében. Dél-franciaországi diákokat fogadtak szakmai gyakorlatra tokajhegyaljai borászok. A képzést a Szepsilackó Máté mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskola koordinálta. Az iskola 5 éve tart kapcsolatot hasonló profilú francia iskolákkal, ahol szőlész és borász képzés is van. Idén jó az asszú termés, így egy különleges, csak tokajhegyaljára jellemző borkészítésbe is betekinthettek a fiatalok. Asszú eszenciával biztos nem foglalkozott saját gyakorlati helyén Michel és Pellegrin, az a két francia diák, akik 3 hetes szakmai tapasztalat cserére érkeztek Tokajhegyaljára. A disznókő, szőlőbirtok és pincészet az egyik fogadóhely, abból a 3 tokajhegyaljai borászatból, ahol 7 külföldi diák tölti gyakorlatát szüret idején. Ebben az esztendőben szép az asszú termés, így a dél-franciaországi diákok olyan borkészítési technológiával találkozhattak, amelyet saját hazájukban biztos nem tapasztalhatnak meg. Ilyen csak itt van, és hát pont egy olyan időszakban érkeztek ide, amikor egyrészt nagyon sok asszunk van, és hát az egyik napi feladatuk az volt, hogy az eszenciákat mindig szépen lefejtsék az asszuskádakból, azokat elrendezzék, előkészítsék a mintákat, ilyen asszú próbákat végeztünk velük, tehát olyan szőlővel, olyan anyaggal dolgoztak, amivel egyébként otthon soha nem tudnának dolgozni. A 3 hét tarcali szakmai gyakorlat alatt a frissen leszületett szőlő feldolgozásának minden lépését végigkövették a francia diákok. Nem ismeretlen nekem a borkészítés, mint munka. Hasonlóak az elvek, ám itt azért teljesen más a technika, mint otthon. A Sátoraljaújhelyi mezőgazdasági és a dél-franciaországi iskola azonos profilú intézmények. A 7 francia diák Provence környékéről, vörösbor termővidékről jöttek. Kis és közepes nagyságú gazdaságokban töltik gyakorlati idejüket hazájukban. Néhányuk családja is borkészítésből él. Kísérő tanárok szerint nekik is fontos ez a kapcsolat, hiszen itt egy más borkultúrát, szőlőfeldolgozást ismerhetnek meg.
Fontos nekünk ez a tanulmányút, egyrészt itt teljesen mások a borkészítési elvek, másrészt ezen a gyakorlaton nagyobb struktúrában működő borászatokat ismerhetnek meg a gyerekek. A mezőgazdasági szakközépiskola nem véletlenül szervezte szakmai tapasztalatcseréjét éppen erre az időszakra. Szeptemberben az újhelyi diákok jártak Provence környékén, mivel ott korábban van szüret, a külföldi diákok viszont októberben, november elején érkeztek Magyarországra az itteni Tokaj-hegyaljai szüret idejére. Ezért is tettük egyébként az őszi időpontra ezt a munkát, mert gyakorlatilag a nyáron lenne, akkor ilyen zöld munkákat, meg egyéb növényeket, a szőlápolási munkákat, az ugyanúgy megvan náluk is. Viszont a speciális munkák, hát Tokahegyalja, ez ebben az évben egy csoda gyakorlatilag, mert olyan asszú termés van, amit ők hazájukba hiába látnak a YouTube-on, vagy éppen a számítógépen különböző filmekben, ezt itt kell megtapasztalni. A francia delegáció nem csak a munkából kapott ízelítőt itt Zemplénben, a környék nevezetességeit is megmutatták nekik magyarországi házigazdáik. A szokásos heti találkozóra gyűltek össze a Végardói Nyugdíjas Klub tagjai Sárospatakon, mely során a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár vezetője tartott előadást a novemberi hagyományokról, szokásokról, érdekességekről. A klub idén ünnepli 5. évfordulóját, melyet egy nagyobb összejövetellel ünnepelnek majd meg. Neves napok novemberben címmel előadást tartott a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár vezetője a Végardói Nyugdíjas Klubban Sárospatakon. A klub 5 éve alakult azzal a céllal, hogy a nyugdíjas éveikben sem maradjanak egyedül, tétlenségben az idősek. A klub tagjai heti rendszerességgel találkoznak, illetve 2 heti váltásban egészségmegőrzéssel kapcsolatos foglalkozásokon, valamint klubfoglalkozásokon vesznek részt. Egyik héten torna foglalkozások vannak, gyógytornászunk van, rendszeresen kijár hozzánk, a másik héten, tehát a következő héten pedig vannak a tulajdonképpeni klubfoglalkozások, ezek skálája nagyon nagyszerű, szinte végtelen. A kirándulásoktól kezdve a közös névnapokig, ismeretterjesztő előadásokig, szűrésekig, egészségügyi szűrésekig minden megtalálható ezeken. A mostani foglalkozáson az évszaknak megfelelő információk, érdekességek bemutatására, ezen belül a novemberi jelesnapok ismertetésére került sor. A klub nem csak ilyesfajta előadással várja a tagokat, hanem rengeteg más, színes programmal is. A tagok úgy érzik magukat a klubtársak körében, mintha családban lennének, és a változatos programoknak köszönhetően szívesen is járnak ide. Változatos, minden évszaknak megfelelően állítja össze a klubvezető a programokat, amiben a tavaszváró, a nyár üdvözlő, a kirándulásoknak, az ősznek, mindennek megvan a maga ideje, és közösen megtartjuk a névnapokat is minden negyedébe, úgyhogy minden időszaknak megvan a maga szépsége és a maga programja. A klub november közepén ünnepli 5. évfordulóját, ezen alkalomból lesz majd egy nagyobb összejövetel is, mely keretében a névnapos tagokat is felköszöntik. Az év végén pedig szokásos évzáró vacsorájukat tartják majd, amely során a klub éves tevékenységét is értékelik. A nagy sikerű Hunyadi János regénysorozat írója Bán János találkozott olvasóival a Sátoraljaújhelyi Könyvtárban. A magyar történelmi regény műfajának egyik legsikeresebb szerzőjének 6 kötete jelent meg a 15. század magyar törekvő kalandjairól. Az író újhelyi közönség találkozóján elmesélte azt, hogyan fordult a történelmi téma felé a sci-fi és fantasy világából, és hogy mi lesz a regény sorozatának következő darabja. Bán János, vagy ahogyan olvasói ismerik, Bán Mor 2009-ben jelentette meg első Hunyadi Jánosról, a törökvelő magyar hősről szóló regényét a Hajnalcsillag fénye címmel. A történelmi témájú regények feltámasztójának tartott Bán János találkozott olvasóival Sátoraljaújhelyen, a Városi Könyvtárban, ahol az is kiderült, hogy a korábban a sci-fi és a fantasy világában már ismert író, újságíró hogyan fordult a történelmi regény műfaja felé. Nem találok olyan mostani korszakban írott könyveket, vagy könyvsorozatokat, amelyek mondjuk az Árpádházi királyokról szólnának, vagy a Hunyadiak koráról, vagy bármelyik olyan korszakról, ami szerintem azért a magyar olvasókat igenis érdekli.
Úgyhogy ez a fajta hát fölismerés, hiányérzet volt, ami arra vezetett, hogy hát, hogyha egyszer nem írnak ilyet, akkor egy elég komoly anyaggyűjtés után talán én megpróbálok egy olyan korszakot kiválasztani, ami talán nincs annyira benne most a köztudatban, viszont rendkívül izgalmas, nagyon gazdag eseménytörténetben, és így esett a választásom a Hunyadiak korára. A magyar történelmi korok közül az egyik legkalandosabb időszakot bemutató regények hiteles kutatások és történelmi adatok mentén íródnak. A történelmi keret mellett a Hunyadi sorozat izgalmas kalandregény. Véres csatajelenetek, szerelmek, bosszú és ármánykodás épp úgy megtalálható bennük. A sorozatnak még korán sincs vége. A következőben a Hunyadiak másik ismert tagjának életét, Mátyás király tetteit dolgozza majd fel az író. Nagyon szeretném Mátyás király életét egy hasonló terjedelmi sorozatban megírni, majd Korvin János hercegét. Tehát a Hunyadi családnak ez a három generációja az, ami egy hihetetlen nagy és kerek egész történet. Nagyon sok minden benne van. Talán méltatlanul nem annyira ismerjük. Még Mátyás királyt sem egyébként. Tehát szerintem az átlag magyar ember a Mesék és mondák Mátyás királyát ismeri. Nem feltétlenül a történelmi karaktert, a történelmi hőst, azt a nemzeti királyt, akinek azért a tettei nem csak a magyar, hanem az osztrák, a cseh, a lengyel, a bolgár, a román, a szerb, tehát fél Kelet-Európa történelmét keresztbe kasul átszövik. A sikeres regény témája a filmkészítők érdeklődését is felkeltette. A könyv filmesítési jogait már megvásárolta egy magyar származású külföldi producer. Az író a filmes megjelenésnek csak úgy látja értelmét, ha az valóban egy nagyszabású és nagy költségvetésű produkció lesz, úgy, ahogyan az Egri csillagok, vagy ahogyan az Aranyember is készült. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Új környezet és szolgáltatások Sárospatak megújult piacán. Két hetes felülvizsgálat alatt a Sátoraljaújhelyi libegő. Fórumot tartott a rehabilitációs szolgálat a Sárospataki járási hivatalban. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megnézhetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha pedig véleményük, kérdésük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címen, de hívhatnak is minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!